Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2019. október 2-án este 7:30-tól. Címzetes főorvos lett dr. Szecz Klára és dr. Török Ildikó. Az önkormányzat díszoklevéllel köszönti őket. Gyermek műsor és koncert, a város szépkorú lakossága előtt tisztelegte. Hétfőn kezdődött az országos könyvtári napok. Szabados Ágnes látogatott el városunkba. Két kalocsai gyermekorvos kapta meg nemrégiben a címzetes főorvos címet. A titulust annak ajándékozzák, aki 20 éven keresztül folyamatosan orvosi feladatokat látott el. Dr. Szecz Klárát és Koncné dr. Török Ildikót az önkormányzat díszoklevéllel köszönti. Előterjesztésben megvan, két gyerekorvos került olyan helyzetbe, hogy lehet főorvosi címet adományozni, méghozzá címzetest. Ezzel kezdte meg a napirend tárgyalását dr. Bálint József polgármester. A legutóbbi képviselőtestületi ülésen döntöttek ugyanis arról, díszoklevéllel köszöntik a város két új címzetes főorvosát. A címzetes főorvos megnevezést a jogszabályok szerint az érdemli ki, aki 20 éven keresztül folyamatosan körzeti, illetve házi orvosi feladatokat, körzeti gyermekorvosi, továbbá házi gyermekorvosi feladatokat látott el. Kalocsán így két gyermekorvosnak, dr. Szecz Klárának és Koncné dr. Török Ildikónak ajándékozták a címet. A rendelet alapján a jogszabályban foglaltaknak megfelelő orvosok minden egyéb eljárás nélkül jogosultak a cím használatára, azonban az életpályán eltöltött több mint két évtizedes elismerésre az önkormányzat díszoklevelet ajándékoz a két kalocsai orvos számára. Az oklevél odaítélését a testület 11 igennel elfogadta. Mindkét gyermekorvos 1993 óta Kalocsán dolgozik, a háziorvosi ellátás keretében gyermekorvosként. Az idősek világnapja alkalmából a város szépkorú lakosai számára tartottak ünnepséget október 1-én. A rendezvényen a csokonai ovisok léptek fel, valamint Komáromi István sláger válogatásaival szórakoztatta a vendégeket. Október 1-én kedden délután zsúfoltságig megtelt a Szent István gimnázium díszterme, az idősek világnapja alkalmából tartott városi ünnepség kapcsán. Elsőként Madainé Szilágyi Anita köszöntötte a város idős és szépkorú lakosságát. Majd ezt követően a Csokonai utcai óvoda Maci csoportja adta elő műsorát a közönségnek. A gyerekek műsorát végig tapsvihar és hangos nevetés kísérte. Az idősek világnapja alkalmából dr. Bálint József polgármester is köszöntötte a megjelenteket. Megvívták már az élet nagy merész csatáit. A lelkükben dúló viharok lassan lecsendesülnek. Lehet, hogy a fiatalon az élet becsét nem érezvén sokszor pazarlóan bántak lehetőségeikkel. De az élet adta tapasztalatok idővel bölcsességé nem esettek. Ma már tudják, mindennek rendelt ideje van, és helye van az ég alatt minden akaratnak. Kívánom az idős és szép kuraknak, hogy bajaik, problémáik ellenére is élvezzék az életük minden egyes pillanatát, mert hatalmas ajándék az élet, és épp oly nagy kincs az, hogy embernek születtünk. Az év minden napján érezzék a család, a társadalom megbecsülését, érezzék, hogy szükség van önökre, érezzék, hogy vannak dolgok, amit jobban tudnak, vannak dolgok, amit csak önök tudnak. Az ünnepi gondolatokat követően a város legidősebb lakóinak kedveskedtek egy-egy csokor virággal. A köszöntések után Komáromi István sláger válogatásait hallhatta a közönség. Jöhet még száz baj, legyőzzük, lásd majd. Ó, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Jöhet még száz baj, legyőzzük, lásd majd. Ha együtt mondjuk, hogy ciao. Az eseményről készült hosszabb összeállításunkat megtekinthetik október 16-ai Mindennapjaink című magazin műsorunkban. A Nincs időm olvasni kihívás megálmodója Szabados Ágnes volt, a Kalocsai Tomori Pál városi könyvtár vendége.
Megtudhattuk, hogyan vásárol könyvet, mikor olvas, továbbá azt is, hogy már közel 19 ezer követője várja hónapról hónapra az ajánlásait. Ez a kihívás 3 éve kezdődött. Ma már rendszeresen tartanak összejöveteleket, így népszerűsítik az olvasást. Mindig is szerettem olvasni, mindig is a hobbim volt, mindig is a szenvedélyem volt, de nekem is voltak olyan időszakok, amikor egyszerűen eszembe se jutott, hogy olvassak, és nem értettem miért. És kicsit a közösség erejével, a közös motivációval így most az én életem is megváltozott, én is rengeteget olvasok, sokkal többet, mint előtte, és azt gondolom, hogy az olvasásnak csak és kizárólag pozitív hatásai vannak, úgyhogy ezáltal végül is magamat is sikerül motiválni, meg magamat is sikerül így inspirálni, kihívás elé állítani. Az olvasás egy magányos tevékenység, de valahol a közösséghez tartozást is elősegítheti. Lett egy könyves podcastem, egy minden héten kedden jelentkező félórás beszélgetős műsorom, ami podcast formátum, bármelyik podcast lejátszó megtalálható, és mondjuk ez is egy új dolog. Írókkal, meg könyvekről beszélgetünk szakértő vendégekkel, úgyhogy ez is például egy nagyon nagy dolog, úgyhogy most már eléggé kiteszi a mindennapjaimat a könyvekkel való foglalatosság. Kutatások szerint minden 18. percben megjelenik egy könyv. Sok olyan könyv van, amit nem olvastam végig, sok olyan könyv van, amit aztán később elővettem. Az életem egyik legnagyobb olvasmányélménye is olyan, hogy annak idején abban hagytam, és aztán másfél évvel később elővettem, és azt hiszem, hogy megmentette valahol az életemet. Ez Edith Éva Jéger Döntés című könyve volt. De olyan is van tényleg, hogy leteszek egy könyvet, mert egyszerűen nem fog meg. És én nekem azt gondolom, hogy valahol ez a kulcsa az olvasásnak. Mi nem szabad olyat olvasni, amihez nem fogunk, tehát amihez nincs kedvünk. A közönség találkozón Gilik Panna, az Impulzív magazin főszerkesztője beszélgetett a híradós műsorvezetővel. A Kalocsai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanárai adtak hangversenyt a Zene Világnapján, október 1-én. Teljesen megtelt a kamaraterem. . 1975-ben nyilvánította az UNESCO ezt a napot a Zene Világnapjává. Mi körülbelül 10 éve úgy döntöttünk, hogy a Zenei Világnapot ünnepeljük úgy, hogy tanári hangversenyt rendezünk ekkor. Talán nem gondoltuk végig, hogy ez egy nyár után van, meg talán nem gondoltuk végig, hogy azért egy mű megszólaltatásához egy jó pár hétre van szükség, tényleg, és a gyerekeknek is, meg tanároknak is, és nekünk is. Ez nem különbözik, tehát a legnagyobb művészek is gyakorolnak. Nekünk is gyakorolni kell, példát kell mutatni, és hát én úgy gondolom, hogy úgy augusztus környékén már mindenki a hangszere közelében volt. Szólók és kamaradarabok egyaránt felcsendültek kedden este. Bach, Haydn, Mussorgszky művei mellett Kocsár Miklós, Papp Lajos és Hajdú Mihály egy-egy darabját is hallhatta a közönség. Igyekeztünk úgy összeválogatni, hogy tényleg széles spektrumot tudjunk mutatni a közönségnek, és hát a gyerekeknek, hiszen ez azért valahol egy pedagógiai koncert is számunkra, tehát meg kell mutatnunk, hogy hogyan kell viselkedni a pódiumon, milyen darabokkal lehet jól szerepelni, hogyan kell meghajolni. Ez mind hozzátartozik tulajdonképpen ahhoz, amit mi oktatunk és tanítunk, tehát elsősorban pedagógusok vagyunk, és nem pódiumművészek. Egyébként többször van alkalmuk a zenetanárok arra, hogy együtt beszélgessenek a növendékeikkel a hangszerek nyelvén. A karácsonyi hangverseny az egy ilyen jellegű dolog, az egy ünnepi koncert, többnyire magasabb osztályos gyerekekkel szerepelünk, utána a tavaszi vidámságokat említhetném, tehát így ezek a nagy mérföldkő koncertek, de egyébként előfordul, hát most ha csak arra gondolok, hogy egy növendék koncerten ugye a tanárok kísérik a gyerekeket, tehát mindig részesei vagyunk, tehát mindig ott vagyunk, és felügyeljük, és figyeljük, és mi is tanulunk. A műsorvezető Haskóni Apagyi Judit volt. Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter látogat városunkba október 3-án. Egy fórum keretein belül a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési programról tart előadást. Az érdeklődők a katonai hivatásról, az önkéntes tartalékos rendszerről és az ösztöndíj programról is többet megtudhatnak. Múlt héten, pénteken a Kalocsai Légvédelmi Katonák hagyományőrző köre szervezésében tartottak megemlékezést a Csillás Parkban, Kalocsa katonaváros emlékhelyén. Dr. Kovács György ünnepi beszédében tájékoztatta a megjelenteket a városunkban ezen a héten tartandó fórumról. A honvédelmi miniszter úr megkérte a hagyományozó körünket, mivel mi nem politikai szervezet vagyunk, hogy próbáljunk egy lakossági fórumot létrehozni, mint volt katonák elsősorban, ahol természetesen nem csak a katonákat várja, hanem mindenkit, hiszen nyitott. Alapvetően ő leginkább a fiatalokra kíváncsi, tehát a középiskolásokra, akik még
pályaválasztás előtt állnak, és hát, ha kedvük támad katonának lenni. A toborzó mellett a megjelentek dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter előadásában hallhatnak az Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési programról is. Ő arról fog tájékoztatást adni, hogy hogyan áll a úgynevezett honvédelmi 2026 program, amit meghirdettek, és 26-ra, tehát 2026-ra kéne ennek befejeződni, ami átfegyverzést, létszámnövelést, illetményfejlesztést és egyebeket tartalmaz. Tehát erről kívánja tájékoztatni a lakosságot. Bár nem csak Kalocsán, hiszen járja az országot. Most, amikor hozzánk érkezik, előtte a Szegedi Egyetemen tart, ugyanilyen jellegű, de volt már Kiskunhalason, Kecskeméten, Pécsen, és így tovább. Tehát október 3-án, csütörtökön délután 5 órakor kezdődik a fórum a Városháza dísztermében, ahová várják az érdeklődőket. A fórum témája mellett a honvédelmi miniszter a felmerülő kérdésekre is válaszol majd. Feltétlenül az is kérdés lesz, ami főleg a légvédelmi katonákat izgatja, hogy hogy lesz megoldva a paksi erőmű légvédelme, hiszen most nincs megoldva. Véleményünk szerint, mint szakemberek, így látjuk, de hát erre is választ várunk. Több ezer lóerő, gumifüst, drift, verseny és adrenalin a végletekig. Mindez október 5-én szombaton a Kalocsai Reptéren. A Drift Arena szervezésében a hétvégén kerül sor az utolsó Kalocsai Street és Pro 2 országos bajnokságra. Ismét a lóerőké és az adrenaliné lesz a főszerep Kalocsán október 5-én, ugyanis most hétvégén kerül sor a Street és Pro 2 országos bajnokság utolsó fordulójára. Ami biztos, hogy verseny szempontjából október 5-én az utolsó záró és finálé lesz. Ugyebár október 5-én itt a Kalocsa Fogtő úszód repülőtéren egy országos drift bajnokságot rendezünk kettő kategóriában. Ez a semi-pro, avagy pro 2 kategória, hogy sokan ismerik, illetve a street kategória. Ez mind a kettőnél egy finálé. A streetnél pláne finálé, hiszen egy egész éves sorozatnak a végét jelenti. Valójában aki itt most a dobogóra áll és az összetettet megnyeri, az visz mindent. Illetve a pro 2 kategóriánál a tét egy vándorkupa és egy nagyon-nagyon értékes és izgalmas fődíj lesz. Szombaton délelőtt zajlanak majd az edzések, délután 12-től pedig már élesben mennek a küzdelmek. Az utolsó forduló a versenyek izgalmai mellett tartogat meglepetéseket és újdonságokat is a nézők számára. A nézők például már magas telátokról, tribünökről fogják tudni nézni a záróeseményt, sokkal kényelmesebben, sokkal többet látva tehetik egyébként ezt meg, úgyhogy mindenféleképpen érdemes hozzánk kilátogatni. És hát a végére pedig marad a nagy ünneplés, ceremónia és egy óriási szuper tűzi játék. A belépőjegyek ára továbbra is változatlan, mindössze 1000 forintért bárki részesen lehet a gumifüstös élménynek. Effektíve 2 kávé áráért egy egésznapos, izgalmas, színes és látványos kikapcsolódást ígérünk mindenkinek. 14 év alatt azonban teljesen ingyenes, tehát hogyha a családokkal vagy családosok jönnek, akkor a gyermekekre természetesen ezt a 2 kávé árát sem kell felszámolni. És hát valójában 9 órától azt mondom, hogy estig kifulladásig várunk mindenkit, és igyekszünk nagyon-nagyon színes, izgalmas, tartalmas és látványos programokkal megtölteni minden kilátogató napját. Ebben az évben most utoljára lehetnek részesei a lóerők és az adrenalin versenyének, ezért ne feledjék, október 5-e szombat, reptér és drift minden mennyiségben. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel és híradóval holnap is várjuk Önöket. Műsorainkat addig is nyomon követhetik weboldalunkon, kalocsatv.hu-n. További szép estét és kellemes televíziózást kívánok, viszontlátásra!